ugye egy nagyon színvonalas kiállítással, illetve olyan szakmai programokkal, amelyek tényleg közérthetően, fogyaszthatóan, de jól megvilágítják azokat a témákat, amik a jelenben foglalkoztatják a szakmát. Forster András vagyok, és az Esztetikai Sándor konferencián tartok egy előadást a fő szakterületemről, ami a konzerváló fogászat, illetve azon belül is a biomimetikus fogászat nevű irányzat. Ezen kívül még szakterületemnek számít az implantációs protetika, és azt gondolom, hogy a digitális dokumentáció. Úgyhogy körülbelül ez fedi le az érdeklődésemet. Az előadásom a biomimetikus fogászatnak egy olyan szegmenséről szól, ami szerintem extrém fontos a fogak hosszú távú megőrzésében, ez pedig a repedéseknek, a foganyagban levő repedéseknek a kezelése, illetve diagnosztizálása. Azt hiszem, hogy azért rendkívül lényeges, mert ezek a repedések olyan mechanikai túlterheléseket jeleznek, amelyek később töréseket fognak eredményezni, tehát az időben való intervenció lehetőséget biztosít arra, hogy ezeket a fogakat hosszú távon, akár élethosszig megőrizzük, annak ellenére, hogy akár egy korábbi ellátás, akár valamilyen rágószervi diszfunkció miatt túlterhelődtek. Azt szeretném elsődlegesen hangsúlyozni, hogy milyen rendkívül fontos diagnosztizálni ezeket a repedéseket, mert hogyha kiszedünk egy régi tömést mondjuk, akkor szinte minden fogban találunk kisebb-nagyobb repedéseket. Ha ezeket észre tudjuk venni, rendelkezésünkre áll az arzenál ahhoz, hogy észrevegyük, és tudjuk, hogy hogyan keressük őket, az az első lépés a sikerhez, és utána pedig a második dolog, amit szeretném, hogy elvigyenek magukkal, hogy a fog bél életben tartása mellett igyekezzenek a repedéseket a lehető leghatékonyabban eltávolítani, és utána stabilizálni a fennmaradó foganyagot. A Dental World-ön eddig olyan 20 alkalommal vettem részt, úgyhogy relatíve sokszor, megtartottam előadásokat is egy jó pár alkalommal. Az Upgrade-en talán harmadszor vagyok kint, tehát még relatíve frissnek számítok. Én azt gondolom, hogy ez a kongresszusi központ, ez egy nagyon jó helyszín, tehát én mondtam is a Leonardnak, hogy ez tök jó lenne, ha Dental World-ot is ebben lehetne tartani, ami nyilván nem elképzelhető a sokkal nagyobb emberszám miatt. Mindemellett szerintem ez egy nagyon jó helyszín, világos, nyitott, jók az előadók, minőségi az egész, tehát én azt gondolom, hogy ez egy szuper rendezvény ebben a formában. Azt gondolom, hogy ami mindig jó ezekben a rendezvényekben, egyrészt a szocializáció, találkozunk ismerősökkel, ez a fogászat ez egy relatíve magányos szakma. Ülünk egy rendelőbe, egy pácienssel, esetleg egy recepciósal, egy asszisztenssel, és ezt csináljuk napi 10 órában, vagy 9 órában. Ezzel szemben ilyenkor tudunk találkozni az évfolyamtársainkkal, ismerősökkel, tudunk tanulni, és láthatjuk az ipar újításait is, ami rendkívül fontos, mert valamilyen szinten az ipar vezeti a fogászat fejlődését szerintem. Egy nagyon színvonalas kiállítással, illetve olyan szakmai programokkal, amelyek tényleg közérthetően, fogyaszthatóan, de jól megvilágítják azokat a témákat, amik a jelenben foglalkoztatják a szakmát. Kedves kollégák, javaslom, hogy ősszel, októberben a Dental World-ön vegyetek részt. Azt hiszem, hogy ez a rendezvény ma már beleépült a magyar fogászat szövetébe, és már csak ezért is érdemes kilátogatni. Azért is érdemes kilátogatni, mert remélem, hogy nagyon színvonalas, egész napos hands-on kurzust fogok tartani, és ahogy láttam, az előadói és hands-on programot nemzetközi és magyar előadók krémje fog megjelenni és bemutatni, hogy mi az up-to-date fogászat 2024-ben.